A demonstrálók reggel 8 óra körül torlaszolták el teljesen a legforgalmasabb fővárosi hidat. A választási szavazócédulák megsemmisítése ellen és a voksok újraszámlálásáért tüntettek. A helyszínen megjelent Demszky Gábor is, akit a tömeg kifütyült. A tüntetőkkel egyre nagyobb rendőri erők álltak szemben. Újraszámolást! Újraszámolást! 10 óra körül, amikor a rohamosztagosok is megérkeztek, megkezdődött az oszlatás. A hidat oda irányba hagyják el, rendőri állomány kiszorítást kezdje meg. Több tüntetőt kiemeltek a tömegből, akiket a rendőrök előállítottak. Sokan megsérültek a tumultusban. Nagyon sok rendőr volt ott, és ezt a fiatalembert le akarták fogni. Én a táblával együtt a fiatalembert magamhoz ölertem, de ki akarta a kezemből tépni a rendőr, és akkor hát valami volt a kesülyénbe, valami lehetett, mert így végigmarta a kezemet. És a fiatalemberre fegyvert fogott, a másikat pedig leteperték a kocsi elé, és annak is már a fejénél volt a fegyver. A hídról leszorított tüntetők a hídfőknél még órákig utóvédharcokat folytattak. Újságírók bántalmazására is sor került. Ne haragudjon, miért ütik az újságírókat? Tudom, hát itt tartunk 2002, át akartam jönni. Újságíró vagyok, újságíró, másodszor löknek le a földre. A tüntetők soraiban olyan személyiségek is megjelentek, mint Makovecz Imre, vagy az 56-os halálra ítélt és a legmagasabb magyar állami kitüntetéssel elismert Wittner Mária. Ássunk egy képletes gödröt, és temessük be a kommunista morált. Ilyen egyszer. Nem embert mondtam, morált. Ugyanis, mert az valahol mégiscsak a béka feneke alatt van, 5 méterre, mélyebben, mint a saját palottan. A rendőrök végül délre megtisztították a hidat, és 4:15 körül helyreállt a forgalom.